Köszöntöm nézőinket! Önök a Williams Televízió Vecsési Magazin című műsorának június 9-i adását látják. Kortya Vilmos vagyok. Nézzük híreinket röviden. Egészségügy. A szakrendelő aktuális híreiről dr. Szarvas Tibor tájékoztatott. Városgondok. Folyamatos a zöld hulladék elszállítása városban. Megemlékezés. A Nemzeti Összetartozás napján megemlékezést tartottak Vecsésen. Jubileum. 100 éves évfordulóját ünnepelte az evangélikus gyülekezet. Népdalkör. A Szomszédolás Folklor Fesztiválra készül a Balla Péter Népdalkör. Fél évszázad. 50. születésnapját ünnepi június 24-én a Dinosaurus Band. Könyvtár. Június végéig számos programmal várja az érdeklődőket a könyvtár. Könyvajálló. Számos új kiadvány érkezett a Róder Imre Városi Könyvtárba. Sport. Átadták a bajnoki érmeket a VFC labdarúgóinak. A Vecsési Polgármesteri Hivatalban önkéntes anonim ügyfél elégedettségmérést végeznek június 1-e és június 30-a között. A felmérés célja, hogy megismerjék az ügyfelek véleményét, javaslatait, elvárásait. A kérdőívek beszerezhetők a Polgármesteri Hivatal portáján, illetve ügyintézés után az ügyintézőktől, valamint letölthető a város honlapjáról is. A papíralapú kérdőívek kitöltése után a hivatal portáján és a vagyongazdálkodási osztály előterében felállított gyűjtőládákba kell bedobni. Vecsésváros önkormányzata és a Német Nemzetiségi Önkormányzat tisztelettel meghívja önt és családját Vecsés újratelepítésének 237. évfordulója alkalmából rendezendő ünnepségre. A rendezvény a Szent István téren június 14-én 17 órakor kezdődik. Ezen a napon adják át a városi kitüntetéseket is, valamint köszöntik a pedagógusokat pedagógus nap alkalmából. Napelemeket telepített a város az egészségügyi intézményeire az energiatakarékosság érdekében. Erről, valamint az aktuális egészségügyi információkról dr. Szarvas Tibor tájékoztatott. De az elmúlt időszakban főleg az energiahatékonysági beruházások folytak, mind a két telephelyünkön fölkerültek a napelemek, amelyek most már működnek is, úgyhogy termelik nekünk az áramot, nem kell kifizetni. A másik, hogy előző év végén kicseréltük a teljes kazánrendszert, tehát az is most már lényegesen hatékonyabban és olcsóbban dolgozik emiatt. Most ami még előttünk van, hogy a hűtőgépházat korszerűsítjük, tehát hogy kisebb legyen a hűtésnek a fogyasztása a telepi úton. Annak a szabályzását korszerűsítjük, ez már elég viszonylag régen készült, tehát az eredeti kazánnal együtt, úgyhogy korszerűsítjük a vezérlését, cseveket cserélünk, mindent regisztert is kicseréljük, hogy nagyobb legyen a teljesítménye, és mindezt úgy, hogy a fogyasztása kevesebb legyen. Nyáron, amikor majd nagyon meleg lesz, akkor ismét lehet arra számítani, hogy hűvösebb lesz a szakorvosi rendelő várójában? Gyakorlatilag 2006 óta már hűtjük a várókat is, tehát az egész rendelő klimatizálva van. Hát ez most nyáron is így lesz, tehát igyekszünk, hogy jó körülményeket biztosítjunk. Ugyanúgy, ha lesz nagy hőség, akkor párakaput ugyanúgy felszereljük, mint minden évben szoktuk. Lesznek-e nyári felújítási munkálatok, akár a Dózsa-György úton, vagy pedig itt a telepi úton? Most újabb felújítást nem tervezünk, mert az előző évben elég sok mindent újítottunk, főleg a telepi úton. Úgyhogy amiket eddig elmondtam, tehát a hűtőgépháznak a felújítása lesz ilyen nagyobb lélegzetű dolog. Az, hogy a tetőfelújítást már befejeztük, a bádogozások javítását, tehát ezeket már megcsináltuk tavasszal. Szakrendelésekben lesz-e változás? Bővül a személyzetünk, tehát egy új doktornő jön heti kétszer rendelni, aki operálni is fog július 1-től, és a késsebészet is bővülni fog valamennyit, tehát lesz újból késsebészeti rendelésünk, ez is valószínű július 1-től fog indulni. Lesz-e valamikor zárva a nyár folyamán a szakorvosi rendelő vagy az alapellátási központ? Zárva nem leszünk, de most pénteken a 12 órától informatikai rendszer felújítás miatt nem lesznek délutáni rendelések, a telefon sem fog működni, csak az ügyeleti telefon. Igyekszünk, hogy az hétfőre mindent befejezzünk, viszont így nem lehet majd elérni telefonon a rendelőt, csak az ügyeleti számot. Mi ez a telefonszám? Az mint eddig is a 29 551 473, ami most már mint egy ideje a Dózsa-György úton működő ügyeletet hívja.
Lezajlott a gajbegyűjtés és folyamatos a zöld hulladék elszállítás, valamint a házhoz menő lomtalanításra való jelentkezés a Vecsési Városgondok Nonprofit Kft.-nél. Az Ötvös utcai üveggyűjtő szigetet is áttelepítették egy másik helyszínre. Mint minden évben, áprilisban most is lezajlott a gajbegyűjtés, tavasszal lemetszett gajakat elszállítottuk a lakosságtól. Semmi probléma megvolt, mindenki úgy tette ki a gajakat, ahogy azt kértük, úgyhogy nagyon szépen köszönöm ezt a lakosságnak. Ezután megkezdődött a zöld hulladék begyűjtés, a zsákos zöld hulladék begyűjtés. Minden évben, amikor elindul a zöld hulladék begyűjtés, az első 2-3 hét az kritikus, ilyenkor rengeteg zsák van kirakva, olyan háznál is, ahol az egész udvar le van viakolorozva, 5-6-7-8 zsák van kirakva, nem tudjuk, hogy hogy kerülnek oda, de ez nem egyedi eset, de mi próbáljuk utolérni magunkat. Sajnos volt műszaki problémánk is, az egyik autó teljesen tönkrement, és ilyenkor nekünk prioritás az, hogy a kommunális hulladék legyen elszállítva. Tehát máshonnan kell elvenni autót. Én arra szeretném kérni a lakosságot, hogy legyenek türelemmel. Ha egyszer nem visszük el a zöld hulladékos zsákot és ott marad, akkor hagyják ki nyugodtan, mert elképzelhető, hogy másnap vagy harmadnap vissza tudunk menni érte és elszállítjuk, de legkésőbb a következő alkalommal biztos, hogy elvisszük. Ha valaki most szeretne igényben nyújtani az házhoz menő lomtalanításra, akkor körülbelül mikorra kaphat időpontot? Örülök annak, hogy zökkenőmentesen elindult a házhoz menő lomtalanítás is az így. Idén mindig azt szoktam kérni a lakosságtól, hogy folyamatosan jöjjenek, regisztráljanak, hogy el tudjuk osztani egész évre a lomtalanítást. Jelen pillanatban júliusra tudunk időpontot adni, tehát mindenki nézze meg a naptárát, tervezze be, hogy mikor szeretné elvégeztetni a lomtalanítást, és minél hamarabb regisztráljon, annál több lehetősége lesz kiválasztani azt a hétvégét, ami arra a körzetre esik, ahol ő lakik, és el tudja végeztetni ezt a szolgáltatást. Régebben már sokat beszéltünk arról, hogy ez a regisztráció hogyan, miként zajlik. Elevenítsük fel most azért, hogy hol kell regisztrálni, mi mindent kell leadni, milyen információkat, adatokat kell szolgáltatni. Nagyon fontos, hogy a mennyiség az háztartási mennyiség, tehát a lomtalanítás tényleg arról szól, egy évben a háztartásban felgyűlemlett plusz hulladék, amit nem lehetett belerakni az edényzetbe, az elszállításra kerüljön. Ezt megszoktuk körülbelül satszolni 2-3 köbméter, de ebbe benne van az is, hogyha valaki kirak egy heverőt vagy egy szekrényt, és azt mi elszállítjuk. Tehát tényleg, hogyha valaki új ingatlant vesz, és az a terve, hogy az összes ott maradt bútort el akarja szállítatni, akkor ahhoz konténert kell rendelni. Normális házhoz menő lomtalanítás keretén belül ezt nem tudjuk megvalósítani. Be kell menni az ügyfélszolgálati irodánkba, a Károly utcába, ott a kollégáim meg fogják mondani, hogy milyen űrlapot kell kitölteni, nagyjából meg kell mondani a hulladéknak a mennyiségét, meg kell mondani, hogy milyen fajta hulladékról van szó, ezt mi regisztráljuk, és akkor utána az adott időpontba pedig elszállítjuk. Mennyire kérik azt, hogy esetleg a kiskapuhoz, nagykapuhoz, a bejárathoz közel halmozzák fel ezt a hulladékot a lakosok? Igen, mi azt szoktuk kérni, hogy ez mindenképpen ingatlanok belül maradjon, amíg mi odaérjük, de hát lehetőleg közel legyen a kapuhoz, hogy a kollégáimnak ne kelljen olyan sokat gyalogolni, és minden ingatlant, amit arra napra terveztünk, el tudjuk végezni a lomtalanítást. Beszéljünk egy másfajta hulladékgyűjtésről is, ez pedig a szelektív. Az Ötvös utcában volt eddig egy gyűjtősziget, most az úgy látom, hogy átkerült egy másik vecsési helyszínre. Hová és miért? Az Ötös utcából átrajtuk a Telepi út Miklós utca sarkára, a régi posta épületének az udvarán található ez az italos üveggyűjtő konténer, és itt szeretném kihangsúlyozni, hogy italos csomagolási hulladékot tegyünk oda be, tehát ne síküveget. Tehát, hogyha valakinek van egy rossz ablakja, és abból kitöri az üveget, azt ne oda rakja, ide italos üvegeket lehet helyezni. Tehát a szelektív hulladékot ugyanúgy, ahogy eddig is, tehát ami nem üveg, zsákos rendszerbe kerül elszállításra a lakosságtól. Itt azt szeretném kérni a lakosságtól, hogy azt a zsákot tényleg csak arra használják, amire az való. Nagyon drága, ezt nekünk le kell gyártatni ezt a zsákot, rá van írva, hogy mit lehet belerakni, tehát egyéb más célra ne használják ezt a zsákot. Tudom, ingyen kapja a lakosság,
könnyű beszerezni, de nekünk ez nagyon sok pénzünkbe kerül, és azt szeretném, hogyha ez tényleg csak a célnak megfelelően lenne felhasználva. Ez az üveggyűjtősziget miért került át az Ötvös utcából a Miklós utca mellé? Lakossági bejelentés miatt került át. Zavarta az ott lakókat, ezt bejelentették, és akkor az önkormányzattal közösen megnéztük, hogy hol van egy olyan helyszín, ahol nincsenek közvetlen közelbe lakosok, és oda át tudjuk helyezni. Tehát mindenképpen ezen a környéken akartunk maradni. Tavaly a közmeghallgatáson merült fel az az igény, hogy itt ezen a környéken nincsen ilyen üveggyűjtő konténer. Tettünk egy próbálkozást, sajnos az nem jött össze, de bízok benne, hogy a jelenlegi helyszínen itt tud maradni hosszú távon is ez a sziget. A nyár közelettével változik-e az ügyfélfogadás ideje, rendje? Nem változik, tehát továbbra is az ügyfél szolgálati nyitvatartási időpontban lehet jönni ügyeket intézni. Azt szeretném kérni, hogy ha valaki új ingatlant vásárol, akkor jöjjön be és irassa át. Tudom, hogy mindig ez az utolsó, a víz, gáz és minden egyéb közmű után, de nekünk nagyon fontos az, hogy annak menjen ki a számla, aki tényleg használja ezt a szolgáltatást. Az ügyfél iroda címe? Károly utca 2, ott található az ügyfélszolgálati irodánk. A Nemzeti Összetartozás napján megemlékezést tartott az Orbán Balázs Erdélyikől és Vecsésváros önkormányzata. A trianoni békediktátum 103. évfordulóján, június 4-én a megmaradás emléknőnél zajlott a rendezvény. Az ünnepi beszédet Kaposi Gábor, a Petőfi Iskola történelem szakos tanára tartotta, verset mondott Szép Dóra, valamint felléptek a Cövek Olivér és a Bálint Ágnes óvoda óvodásai. A megemlékezést a koszorúzás zárta. Az ünnepi beszédet Kaposi Gábor, a Petőfi Iskola történelem szakos tanára tartotta. Minden egész eltörött. Minden láng csak részekben lobban. Minden szerelem darabokban. Minden egész eltörött. Tisztelt emlékező közösség! Több mint 100 év tragédiáját, kilátástalan küzdelmét és kiszolgáltatottságát fejezik ki e megidézett ADN-be sorok, melyek egy olyan világ kezdetén hangzottak fel, amikor megrendült ég és föld szakrális tengelye, amikor megszakadt a kapocs családok és hagyományok között, és mikor kifordult önmagából a Kárpát-medence elmúlt 1000 éve. Egy nép, egy kultúra szórodott a szélbe, legendák és hitek porlattak szét a sziklán, egy ország, egy nemzet hullott a mélybe, megcsonkított testtel, megalázott lélekkel. Nincs olyan szervezet, erő vagy hatalom, nincs olyan test és lélek, mely e néma és cinikus csettintésre ne szakadt volna darabjaira, szelleme tüzében végleg kihunyva és elenyészve. De van. Mi magyarok, darabokra tépve, meggyengülve és határok közé zárva is fennmaradtunk és tudtunk újra kezdeni. Az imént egy centenáriumra írt beszédből idéztem. Az érzelmi túlfűtöttségben feltúduló, a nemzeti gyász fekete színeit magára öltő, önsorsrontó siralmainknak azonban már ideje véget vetni és elszámolni az elmúlt 100 évben. Mit is tettünk Trianon ellen? Mit is tettünk az elszakított testvéreinkért? Mit is tettünk önmagunkért? Mert Trianon nem csak egy pillanat drámája volt. Ma is, sajnos, velünk él. Ne hagyjuk, hogy végítéletként tekintsünk rá. Lássuk inkább egyféle megoldandó feladatot nemzetünk továbbélése szempontjából. Visszacsinálni, megmásítani lényegében már nem lehet. Ha valamire elég kellett legyen 100 év tapasztalata a nagy történelem színpadát nézve, akkor erre igen. A két világháború közötti Magyarország a revízió lázában égett. Nem is lehetett másképp. Politikai elitünk a tárgyalóasztaloknál a magyar lakott területekért küzdött, de a propagandában a mindent vissza szellemisége uralkodott. A tengely hatalmak felé való elköteleződés a világháborúban elhozta ugyan a várt országgyarapodást, de csak talmi öröm volt. A rossz oldalra álltunk, vesztettünk,
és ennek 1 millió nemzettársunk halála lett az ára. A diákjai meg szokták kérdezni, hogy volt-e nagyobb tragédiánk, mint a trianoni békediktátum. A válasz sajnos az, hogy igen. Az 1947-es, a II. Világháborút lezáró párizsi béke. Mert ezáltal nem csak visszakényszerítettek minket az 1920-as határok kényszerzubonyába, hanem továbbá elvették még a pozsonyi hídfő háromfaluját, kivették a békepontok közül a határon túli kisebbségek jogairól szóló passzust, hagyták, hogy a régi új szomszédaink, az ott élő magyarokat és németeket kollektív háborús bűnösként kezeljék, de ami a leginkább elveszett, az a remény. Az elhallgatás, elhallgattatás, az eltakadás és az elszakított nemzettársaink esetében a magára hagyatottság évtizedei következtek. Egy új, Európa keleti felében egy vörösre festett világ vette kezdetét, ahol Trianon tabu lett. Hála Istennek ennek is vége lett egyszer, és a Szovjetunió összeomlásával újra szabad országgá váltunk. Új kor, új kihívásaira kell nemzetünk továbbélése szempontjából jó válaszokat adni. Ma az Európai Unió közösségében több lehetőségünk és eszközünk van, mint a kisantant államok szorításában eltelt 1920-as, 30-as években. Ma már a szomszédjaink is elfogadják, hogy a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek, melynek államhatárok feletti összetartozása valóság, és egyúttal a magyarok személyes és közösségi önazonosságának meghatározó eleme. Mi a mi feladatunk? A nemzet egészével közösen lépve megoldani a trianoni feladványt, kilépni az átkos gondolatok világából, és reménytől telten élni azokkal a lehetőségekkel, amik segítenek feloldani a trianoni traumát. E célt fogalmazza meg a mai nap is, hiszen ma nem egy trianoni gyászszertartásra jöttünk össze, hanem a nemzeti összetartozás napjára. Ahányszor átlépjük az államhatárt, és egykori országunk, örökké országunk, történelmi városait, várait és templomait keressük fel, esetleg hegyeiben és erdeiben túrázunk, vagy ha erdélyi, felvidéki, kárpátaljai, délvidéki magyar testvéreink soha meg nem szűrő szerető ülelésében találjuk magunkat, akkor tettük a legtöbbet a trianon és sebb begyógyulása érdekében. Tisztelt lecsésiek! Trianon átka mélysebb, mely gyógyírra vár. De a Szent Korona egysége és az alkotmányunk szavai a határok feletti összetartozás valósága, melyért kiállunk mi is. A mai napon is kiállunk, és a következő 1000 évben is ki fogunk állni. Mert ez a mi történetünk, ez a mi történelmünk, ez a mi feladatunk. Kérjük a Jóistent, hogy adjon ehhez elég erőt. Egy hete a Róder Imre cserkészcsapat meghívásának hála részese lehettem a Hősök napjára szervezett megemlékezésnek. Azok a vecsési hősök, azok a 200-ak, az első világháborúban, a ma sokak szívében visszavágyott Szent Istváni Magyarország fennmaradásáért áldozták az életüket. Ők még nem tudták, hogy mit jelent a szó Trianon, de már akkor küzdöttek ellenem. Egy hete kevesen voltunk, ma szerencsére többen. A cserkészként tanult nemzeti fohász felnőtt fejjel már mélyebben értelmezett sorai jutottak akkor, és azóta is sokszor az eszembe. Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, hiszek egy isteni örök igazságban, hiszek Magyarország feltámadásában. Ámen. A megemlékezésen Szent Mihályi Szabó Péter versét Szép Dóra szavalta el. Szent Mihályi Szabó Péter, Trianon sebei. Trianon sebeit az idő bekötözte, de a vér átüt még mindig a sebeken. Idegenek özönlettek be a földre, ki fegyverrel érkezett, ki fegyvertelen. Aki fegyverrel jött, azt fogta a fegyver. Aki fegyvertelenül,
azt befogadtuk, földdel, fedéllel, szeretettel. Nem néztük, ki volt az anyjuk, az apjuk. Feledd el, jó magyar, jobb, ha feledem. Hófötte hegyei, kincses városai, még a fejfátról is letörölték a neved. Templomaidban más nyelven szólalt a hit, mint gazda, kit ősi házából kivetettek, s megjelentek a rablók, fosztogatók. Gyorsan leverték a címert s a keresztet, és a magyarnak bottal osztottak útravalót. Szomorú szemmel néz vissza a gazda, letérdel, megcsókolja ősei földjét. Aztán csak porát szívja, sarát dagasztja. Néhány régi írás, fakult kép az örökség. Trianon sebeit az idő bekötözte, de a vér még mindig átüt a sebeken. Régi gazdaként lépek a magyar földre, s szent szavait sohasem feledem. A Nemzeti Összetartozás napján felléptek a Czőve Olivér és a Bálintány Mesogóra munkatársai, majd a megemlékezést a koszorút felszálltak. Ban alakult meg az evangélikus gyülekezet Vecsésen. A centenárium alkalmából május 28-án számos program mellett ünnepi istentiszteletet tartottak a templomban. Május 28-án pünkös napján volt ez az ünnepség, hiszen pont pünkös napján mondták ki 100 évvel ezelőtt, hogy alakuljon meg hivatalosan is az evangélikus gyülekezet. Egy egész napos programot terveztünk, és azon vettünk részt. Délelőtt volt egy istentisztelet, aminek keretében a gyerekek, méghozzá a saját hittanos gyerekeink és a menekült gyerekek együtt adtak elő egy színdarabot, a 100 éves történelemből egy kis részletet, vagy kis részleteket adtak elő, ahogy meglátják a kincses ládában a kis iratokat, amik dokumentumok, amik őrzik azt, hogy hogyan is volt ez az egész.
Ez egy olyan projekt volt, amit igazából a Sátor Egyesületünkkel közösen csináltunk, mert a United Way-nél volt egy pályázatunk, és annak keretében valósítottuk meg. Nagyon jól sikerült, és olyan jó volt látni, hogy a menekült gyerekek is hogyan integrálódnak be a mi közösségünkben. Aztán utána közösségi játékokat játszottuk, majd az Isten úgy adta, hogy nagyon szép időnk volt, úgyhogy kint tudtunk ebédelni, volt egy főzőbrigád, akik finomat főztek számunkra, majd utána képeket néztünk meg a gyülekezet életéből, és délután 3:30 volt az ünnepi istentisztelet, amelyiken Cserhátiné Szabó Izabella püspök helyettes asszony prédikált, és a fénypontja az volt, hogy a Vecsernyek kórusunk egy nagyon hosszú és nagyon odaillő darabot tanult meg, és adott elő. Majd végül táncoltunk. Ez volt a nap programja. Számos felújítás történt az elmúlt évben az evangélikus templomon, itt Vecsésen. Ezzel most ennek a folyamatnak vége, vagy pedig a 101. évre is lesz esetleg valami teendő? Hát a felújításoknak vége, hiszen most már teljesen készen van a templomunk, gyülekezeti házunk, így is nevezhetjük, hiszen multifunkcionális térez, és készen van a parókia felújítása is. Most inkább az emberi megújulásra tesszük a hangsúlyt, a lelki megújulásra, és a növekedésre tesszük a hangsúlyt a következő időben. Biztos, hogy meg is fogalmazunk ezzel kapcsolatban valamiféle célt, amit szeretnénk záros határidőn belül teljesíteni. Ezzel kapcsolatban milyen konkrét terveik vannak esetleg, illetve gondolom részben ehhez csatlakozhat a tábor is? Igen, az egyik az, hogy nyáron, a nyár mindig a táboroké, és van egy gyülekezeti napközis táborunk, amire még lehet jelentkezni, június 19-től kezdődik, ugye ez egy 5 napos, és július 3-ától pedig van egy egyesületi táborunk, abba is lehet még jelentkezni. De ezen kívül van gyülekezeti balatoni táborunk, sőt az énekkarral is tervezünk egy Bodrog keresztúri tábort, ami egyben felkészülés is a nyitott templomok éjszakájára, hiszen nekünk is évforduló a Vecsernyek kórusnak, ez az év 10 éves a kórus, és ezen a nyitott templomok éjszakáján szeretnénk ezt megünnepelni. Mikor lesz ez? Szeptember 1. szombatján. 3. alkalommal rendezték meg a Szárnyal a Halmi Eszemiszom Dínom Dánom elnevezésű rendezvényét. Június 3-án a főzőverseny és a színpadi programok mellett a jó hangulaté volt a főszerep. Javában tart az Eszemiszom Dínom Dánom itt a Halmi Telepi Általános Iskola udvarán. Délután 5:30, mi az, ami eddig történt itt? Hát ez hosszú történet, ami eddig történt. Nagyon korán keltem, megmondom őszintén, mert 7:30, aztán már azóta itt vagyok, és sőt, előtte éjfélkor feküdtem. De megéri, úgy gondolom, megérte. Úgy elindult a történet, 12:30 megnyitottuk a rendezvényt, hát 180 gyerek és fellépő volt, rengetegen voltunk. Ittek a mama, papa, nagymamák elkísérték a gyerekeket, a fellépőket, és megnézték, hogy milyen volt, nagyon sokan voltunk. Óriási volt, és nagyon szépen köszönöm nekik, hogy eljöttek és megtiszteltek bennünket. Utána, amikor vége volt ennek a dolognak, akkor indult a főzőverseny közben párhuzamosan. 3 órakor a főzőversenyt lezsűriztük. 10 főzőcsapat volt, fantasztikus nevekkel, és fantasztikus ételeket készítettek. De egy tényleg meglepő volt, és szívüket, lelküket beletették. Nagyon jó volt. Mi mindent főztek a csapatok? Mi mindent csináltak? Hát megmondom őszintén, hogy nem tudom elmondani. Iszonyatos, olyan neveket találtak ki, hogy nem bírtam megegyezni. Azt tudom, hogy az első helyezett az Wellingtonos kacsa mellett csinált, konyakos gombás mártással, és édes burgonya körettel, és bőrcsipszel rászolva, kemencébe, saját készítésű tésztával, szóval megdöbbentő volt. A zsűri tagjai, a Kis Gergő, a stáció igazgatója, a séfje, a Máté, aki egy Michelin csillagos séf, megelőgeztük neki, és Kovács Márton volt, és én voltam a zsűri tagjai. Hát a szakemberek, akik értenek hozzá, megdöbbentek, hogy milyen tálalás volt, milyen finom volt, és nagyon, nagyon el volt találva. De mondhatnám, ezt összes többi
többi versenyzőre is, mert mindegyik finom volt a maga nemében. Csodákat csináltak, nehéz volt eldönteni, hogy melyik a legjobb közülük, mivel hogy úgy döntöttünk annak idején, hogy fellépéstől függetlenül mind a 10 csapat kap egy ajándékkosarat, és a Gergő felajánlott a stációba egy 4 fős wellness fürdést a csapatoknak, bárhol végeznek, ezt megkapta mindenki. Az első hely, én úgy gondolom, hogy szintén a Gergő óriási dolgot csinált, az első hely 6 fő részére a stációba egy wellness és 60 ezer forint értékű italfogyasztás. A második egy 50 ezer forint, a harmadik pedig 40 ezer forint volt. És volt egy külön díj, azt Takács János barátom ajánlotta föl, ő a Lázár lovasparban dolgozik, és egy 40 ezer forint értékű utalványt kapott a külön díjas pluszban. Szerintem óriási a dolog, én úgy gondolom. Szóval az jól sikerült. Vége volt a zsűrizésnek, és minden indult a buli. Közben a bohócok a gyereket szórakoztatták, nagyon tetszett nekik, élvezték, és 4 órakor megjelent a Pedrafon együttes a színpadon, és egy óriási nagy rakendoros bulit nyomott, amire most lett vége 17:30. Mi minden lesz a folytatásban, még kik léknem színpadra, illetve milyen programokat kínálnak még az ide látogatóknak? A Pedrafon együttes, hogyha végez a dobba, akkor utána 19:30 a Haverok együttes fog játszani, 19:30, 19:30 magassága után jön az Irigy Hónajmirigy, játszanak egy órát, adnak egy órás műsort, és utána pedig a Smash Gábor, a barátom, a hihetetlen jó fej, ő pedig csinál egy óriási nyárindító retro bulit, és igazából szuper lesz, és azt mindig azt mondjuk, hogy hajrá Vecsés, hajrá Halmitén, és mindenki érezze jól magát. Eddig úgy sikerült ez a rendezvény, ahogy megálmodta? Igen, úgy sikerült, hogy megálmodta. Megmondom őszintén, rengeteg munka van benne. Aki csinálta hasonlót, tudja, hogy mennyi munka van benne és energia, de úgy gondolom megéri, és már most többen vagyunk, mint ezelőtt 4 éve, és remélem az esti bulira még többen leszünk. Szerintem szuper, nagyon jó. Azért jók ezek a rendezvények, mert itt tudunk összejönni szomszédok, barátok, itt tudunk leülni egy ital mellett, talán ki tudjuk engedni azt a gőzt, amit egész hétköznap bennünk van a rohanó életben. Leülünk, beszélgetünk a múltról, jelenről, terveinkről, közösségépítés. És ez a legfontosabb a mai világban, úgy gondolom, hogy együtt legyünk, mert ez a nap igazából miről szól? Gyerekekről, családról, rólunk, legyünk itt jó, sokan élvezzük, pihenjünk. És hát szeretnék elnézést kérni a környezeti lakosoktól, mert lehet, hogy kicsit túltoljuk ma, lehet, hogy kicsit hangosak leszünk, lehet, hogy túl sokáig fog tartani, de úgy gondolom, hogy nem minden hétvégén van ilyen buli, utoljára 4 éve volt ilyen. Én kérem a türelmüket, hogy fogadják el, hogyha egy évfélkor mondjuk üvölt a zene és bulizunk, mert úgy gondolom, hogy ez egy jó dolog. Lehet, hogy őket zavarja, meg is értem és elnézést kérek, de szerintem egy jó dolog. Jövőre? Hát jövőre, ez egy jó kérdés. Nem tudom. Két dolog van bennem. Szeretném is megszervezni, meg el is fáradtam. Tehát én azt se bánnám, hogy jövőre mondjuk a település másik részén egy másik képviselő megszervezni egy hasonlót. De nem mondom azt, hogy nem, azt se, hogy igen, majd meglátjuk. Számos fellépésen vett részt az elmúlt időszakban a Balla Péter népdalkör és Citera zenekar. A népdalkör tagjai jelenleg többek között a Vecsésen megrendezendő Szomszédolás Folklor Fesztiválra készülnek. Hát a tavasz az azzal telt, hogy először is február 26-án ünnepeltük a népdalkör 20 éves fennállását, tehát volt egy családias ünnepségünk, aminek keretében a kórusok, zenekarok és népzenei együttesek szövetsége és a Vaslajos Népzenei Szövetség részéről is kaptunk egy-egy elismerő oklevelet a 20 éves munkánk elismeréseként, és egyébként pedig egy ilyen családi baráti összejövetel volt, aminek keretében elfogyasztottunk egy tortát, volt egy kis műsor, egy kis vacsora, és jól éreztük magunkat, tehát ezzel indítottuk az évet. A következő április 22-én Mezőkövesden voltunk a Vaslajos Népzenei Szövetség népzenei verseinek a középdöntőjén, az egyik középdöntőjén Mezőkövesden, hát ott 53 csoport
között, igen. Tehát kifogtuk azt a legnagyobb számú középdöntőt, ami csak létezett, mert az összes többi azért 25-nél megáll. Milyen hosszú volt akkor ez a verseny? Egész napos, úgyhogy reggel kezdődött, és mi a délelőtti műsor folyamban voltunk, aminek hát olyan egy óra körül lett vége, és akkor fél kettőtől egészen fél hatig ment a második rész, és utána az eredményhirdetés is, úgyhogy elég hosszadalmas volt. Hát megmondom őszintén, a délelőtti csoportokat még csak végignéztük, de délután kicsit körülnéztünk Mezőkövesden, még nem jártunk ott, úgyhogy megnéztük a Hadas város részt, meg a Matyó Múzeumot, úgyhogy egy kicsit egy kirándulást is megejtettünk így a közösségépítés keretében. Most a következő az éppen most volt vasárnap, a családi nap, a Bálint Ágnes Kulturális Központ 10. éves fennállása programsorozatának keretében, úgyhogy ott a művészeti csoportok egy része, aki vállalta, az bemutatkozott, és így a Balla Péter Népdalkör és annak a Cidera zenekara is külön-külön egy-egy kis csokrot átadott az itt levő közönségnek. És a következő pedig, ami még előttünk van, 14-én lesz a városi ünnepség, aminek keretében a Népdalkör 20 éves munkáját elismerik egy kitüntetéssel. Úgyhogy ezt nagyon várjuk. És hát a következő pedig ezután, ami nekünk már az 5. alkalommal kerül megrendezésre, az a Szomszédolás Folklor Fesztivál. Most kivételesen nem lesz kiállítás mellette, hanem egy kézműves vásárt tartunk, a VEKA, a Vecsési Kézműves Alkotók munkáiból lehet majd vásárolni. Na most ez a Szomszédolás, mivel az 5. és a Népdalkörnek a 20. születésnapja is egybeesik, így ez egy ilyen kiemelt alkalom lesz. Talán nem leszünk olyan sokan, mint eddig, mert eddig októberben került erre sor. Két évente szoktuk megrendezni, de azért reméljük, hogy szép számmal lesznek így is jelentkezők. Körülbelül hány résztvevőre számítanak? Igen, június 10-ig lehet még jelentkezni. Úgy gondolom, hogy körülbelül olyan 150 fő, ami csoportot és egyénit is tartalmaz, tehát egyéni fellépőink is lesznek. Meddig tart körülbelül a rendezvény? Hát ez attól függ, igen, hogy mennyien leszünk, tehát nem csak népdal csoportok, vagy népdalénekesek jöhetnek, hanem hangszeres népzenét is előadnak, illetve néptáncos csoportok is érkeznek majd. Hát 10-e után okosabb leszek. Én most azt mondom, hogy körülbelül olyan 15 csoportnál megállunk, vagy 15 fellépőnél megállunk. Tart egy nyári szünetet a Balla Péter Népdalkör? Hát egy nyúlfarknyit, igen, nyúlfarknyit, mert még július 6-án lesz egy fellépésünk idősek klubjába, a Borostyán idősek klubjában, és azzal egyelőre egy kicsit lezárjuk, de augusztus 20-án már ugye megyünk a városi ünnepségre, ahol mindig rendszeresen fellépünk, úgyhogy arra már készülni kell, úgyhogy gyakorlatilag kb. Egy 4 hét szünetet tudunk tartani, és utána újra kezdjük a próba folyamot. Vannak-e mostanában új jelentkezők? Hát a Cidera együttesünk egészült ki egy fiatal anyukával és annak a kis-nagy fiával, most már 12 éves az Olika. Ők nagyon jó kis vérfrissítést hoztak a csoportba. A Népdalkörbe pedig visszaérkezett, hála Istennek, az ikrek mellől a szóló énekesünk Kis Mónika, úgyhogy hát reméljük, hogy aztán egyéb külső jelentkezők is akadnak. Várjuk szeretettel az énekelni vágyókat keddenként a Bálint Ágnes Kulturális Központba, a Balaterembe. 50 éves a Dinosaurus Band. A születésnap alkalmából június 24-én este 8 órától ünnepi koncertet adnak a Bálint Ágnes Kulturális Központ előtti téren. A rendezvényen számos vendégzenész is színpadra lép majd. Hát igen, nagy boldogságunk, hogy meg tudjuk ünnepedni az 50. jubileumi koncertünket. 1973-ban alakultunk annak idején. Hát teljesen más világ volt abban az időben. Régi művelésjáz, jó kis csapat. És akkor, amikor elkezdtünk muzsikálni így általános fejjel, meg iskolai gondolkodással, nem gondoltuk volna, hogy azért 50 év múlva is fogunk találkozni ezen a koncerten azokkal az emberekkel, akik azért rendszeresen jártak ezekre a rendezvényekre. Sajnos sokan vannak, akik már nincsenek közöttünk, és úgy gondolom, hogy ők föntől figyelnek minket. Tehát mindenkit szeretettel várunk június 24-én ide a Bálint Ágnes Kulturális Központ elé, ahol a Dinosaurus Band az 50. jubileum koncertet fogja eladni a lelkes közösségének. Önt ismerve, biztos lesznek meglepetések is ezen a napon, ezen a koncerten.
Igen, lesznek meglepetések. Hát olyan meglepetések lesznek, hogy föl fognak lépni olyan zenészek, akik egyrészt kisegítették a zenekart, meg hát sokáig a zenekarban is muzsikáltak. Mellette meghívtuk a vecsési, a gyáli motoros barátokat, hisz a zenekar nagyon sok olyan koncerteken vett részt, meg olyan rendezvényeken, főleg motoros találkozókon az elmúlt 50 évben, ahol a motorosoknak a kedvencét, mondhatnánk a szózatokat is mindig játszottuk, ez a Steppenwolf, annak születtem színű dolta, az mindenféleképpen itt is el fog hangzani. Mellette a meglepetések mellett azért én úgy gondolom, a meglepetésnek a dolga az, hogy olyan zenék fognak, meg olyan számok fognak elhangzani, amelyek visszaidézik az elmúlt 50 évünket. Mint például? Hát, mint például a Black Knight, Deep Purple-től, vagy a PMO-től, Menj tovább. Hadd ne soroljam ezeket a számokat, ez legyen meglepetés. Vendégzenészek, vendégművészek lesznek-e? Nem vendégművészek lesznek, hanem azok a vendégzenészek, akik végig muzsikálták velünk az 50 évet, és lesznek olyan zenészek, akik csak beugrottak, amikor esetleg az egyik billentyűsünk vagy az egyik basszusgitáros nem ért rá, és rögtön koncertre kellett menni, akkor az ismerősök közül jöttek át, és besegítették a zenekar működését. Ezek az emberek lesznek meghívva, és nyilvánvaló lesznek olyan zenészek, akik 1973-ban is együtt muzsikáltunk még, ezért legyen meglepetésed is. Alapvetően ide a Bálint Ágnes Kulturális Központ előtti térre, a szabadtérre tervezik a koncertet? Ha úgy néz ki, hogy talán jó idő lesz, akkor itt szervezik a jubileum koncertet. Ami tavaly volt nekem az 50 éves jubileum koncertem, az hasonlóan kivetítővel és látvány és fénytechnikával készülünk. Amennyiben esetleg rossz idő van, meg van beszélve a művészeti házzal, akkor bent fogjuk megrendezni a rendezvényt, de mindenféleképpen szeretnénk kint, itt a szabad téren megrendezni, hát ezek a hangulatát, ezt a varázsát nyilvánvaló ezek fogják megadni. Mi arra készülünk, hogy ezt a rendezvényt itt kint a szabad téren rendezzük meg. Sűrű lesz a nyara a Dinoszaurusz Bandnek, illetve az ön nevével is filmjezett vecsési zenekaroknak. Mi mindenre készülnek még? Ahogy vége van a koncertünknek, 24-én következő héten már mondom, muzsikál a zenekar, utána folyamatosan én is játszok Gombán Budapesten, tehát mondhatnánk azt, hogy ez a nyár, ez tényleg sűrű. Bár azt mondtam a múltkori barátomnak, hogy gyerekek, hát a fiatal korunkban nem mozítunk ennyit, mint most öregségünkre, úgyhogy lelkesen megyünk fel a színpad. Igaz, hogy már itt fáj, ott fáj, de azért, ha zene van, vagy zenét kell játszani, akkor még a betegségünket is elfeledjük. Így volt annak idején is, amikor tavaly a dobosunkat, Herre Gyuszit műtötték csípőficamba, ez nem titok, ez egy műhely titok, ő volt az első dobosunk a Dinoszaurusban, és meghívtam, hogy hát egy-két számot játszon, és előtte 3 héttel műtötték meg, és boldogan főment mankóval, és tényleg 2 számot lejátszott. Tehát azt tudom mondani, hogy a zene, az gyógyító hatása van mindenki részére. Meddig van tele az esemény naptáruk jelenleg? December 4-e az utolsó eseményünk, az budapesti egyik rockkocsmában játszunk, addig van betelve. Ami nagy esemény lesz, a szeptember 9-én a P-Mobillal közösen egy koncertet adunk itt, ami ingyenes lesz vesésen. Tudni kell róla, hogy ebben az évben ünnepli a P-Mobil és az 50. jubileumi koncertjét, bár ők se 50 évesek, csak maga a név 50 éves, nálunk is 50 éves a Dinoszaurusz Band, tehát egy nagy közös jubileumi koncertre szeretnénk szeptember 9-én megkoronázni ezt a szép 50 évet, és ahogy mondta Lóri, mondta, hogy elkezdjük a következő 50 évet. Június folyamán még számos rendezvénnyel várja az érdeklődőket a Róder Imre Városi Könyvtár. Július-augusztus folyamán pedig zárvatartás nélkül lehet majd könyveket kölcsönözni a nyári olvasóknak. Jelenleg egy mandala kiállítás várja az érdeklődőket a hónap végéig. Június 2-től Fazekasné Gulyás Terézia mandala és fluid kiállítása tekinthető meg a könyvtárba. Ez a mandala jelentéséről csak annyi, hogy ez a hindu buddhista vallásban ez egy szent kört jelent, ami előtt meditálnak és imádkoznak. A könyvtárban jelenleg több mint 30 mandala tekinthető meg. Gyönyörűek, csodálatosak, és az elkészítése is, ahogy a festőművésznő elmondta, nagyon aprólékos és időigényes munka. Érdemes megnézni őket. Június 30-áig lehet ezt a kiállítást megtekinteni. Ami még program júniusban, most 3. alkalommal találkoznak a kutyabarát kedvelők.
június 20-án 18 órakor kezdődik Erdélyi Henrietta előadása, ő a Vecsési Kutyaiskola vezetője, és az előadás címe most az lesz, hogy a gazdi a felelős, egy kérdőjellel. Hát ez egyre többen érdeklődnek a program iránt, és úgy látjuk, hogy érdemes még ezt a programot fenntartani. Meddig lesznek programok a könyvtárban? A programok, tehát júniusban tartunk még programokat, még lesz egy-két gyerek kézműves foglalkozás. Egyébként július-augusztusban a programokkal úgy leállunk, de a kölcsönzés az nem fog szünetelni. Ugyanúgy érkeznek majd új könyvek, tehát mindenki talál újakat és jöhetnek kölcsönözni. Hogyha valaki nem csak könyvet szeretne kölcsönözni, hanem esetleg más jellegű szolgáltatásokra is szüksége lenne, internethasználat, fénymásolás, akkor ezek működnek-e majd a nyár folyamán? Természetesen az internethasználatra is 4 gépünk áll rendelkezésre. Fénymásolunk, szkennelünk, mostanában olyan szolgáltatás is kértek, hogy akinek esetleg nincs otthon számítógépe, akkor egy levelet legépelünk nekik. Neki átküldjük e-mailen, és ő továbbíthatja az illetékes szervnek. Tehát ilyen szolgáltatás is van. Ezen kívül még szeretném felhívni az Arcanumra a figyelmet, ami egy több ezer folyóirat tartalmazó adatbázis, amit teljes szövegével böngészhetnek az olvasók itt a 4 gépen. Valamint új szolgáltatásként vezettük be körülbelül 1 hónapja a társasjáték kölcsönzést. Most körülbelül 40 társasjátékot kölcsönzünk, és köszönjük a lakosságnak, hogy nagyon sok otthon már idézőjelbe vett megunt társasjátékot behoztak a könyvtárba, amit még esetleg más szívesen kikölcsönöz. Hogyha valaki nem csak társasjátékot unt meg, hanem esetleg vannak olyan könyvei otthon, amiből több van, vagy biztos, hogy nem olvassa, vagy esetleg örökölte, ezek behozhatók-e? Ezeket már nagyon fenntartással kezeljük, mert az elmúlt években nagyon, nagyon sok könyvet kaptunk, és a raktárkapacitásunk is véges. Egyszerűen azért mi nem tudunk nemet mondani erre, mert mindig ott bujkál bennünk, hogy hát ha valami kincset találunk benne, tehát én azt mondom, hogy azért hozzák a könyveket. Mikor lezárva a könyvtár nyáron? A könyvtár nem lesz zárva. Sikerült úgy megoldani a szabadságolást, hogy eltérő időpontban mennek a kollégák, most már van egy kollégánk is szabadságra, és így a könyvtár egész nyáron nyitva lesz. Sok-e esetleg az elmaradott visszahozás? Nem, most végeredmény, ez az integrált rendszer automatikusan értesíti az olvasókat SMS-ben, és figyelmezteti őket, hogy közeleg a lejárt határidő, és ezáltal úgy visszahozzák a könyveket, de egyébként élünk a telefonos felszólítási lehetőséggel is. A diákoknak a nyári kötelező olvasmányokból bőven felkészültek? A kötelező olvasmányokból igen, de az egyéb, én úgy gondolom, hogy nyáron azért egy kicsit a szórakozásra is kell összpontosítani, és nagyon sok gyerekkönyvet és ifjúsági irodalmat is vásároltunk a gyerekeknek és a kamaszoknak. Ismét számos kiadvány érkezett a Róder Imre Városi Könyvtárba. Az új könyvek közül a könyvtár vezetője, Vadászi Mária ajánl néhányat az olvasók figyelmébe. Minden korosztálynak hoztam egy kis könyvajánlót a nyárra. Az általános iskolás diákoknak ajánlanám Marin Karin Életem legrosszabb, áthúzva legjobb nyarát című könyvet. Ennek a könyvnek a főszereplője egy Ina nevű kislány, aki cikinek érzi, hogy az osztályban egyedül az ő családjának nincs arra lehetősége, hogy elmenjenek nyaralni. És ezért azt a hazugságot találja ki, hogy ők is külföldön fognak vakációzni, de hogy ezt elkerülje a lebukást, reggeltől estig a szobájába kuksol. Amit egy osztálytársa mégis észrevesz az ablakban, és egy furcsa ötlettel áll elő. A könyvből az derül ki, hogy ez a nyár mégsem lesz olyan unalmas, és hogyha elolvassátok, akkor azt tudjátok meg, hogy Ina mégis hogyan töltötte a vakációját ezen a nyáron. Ez a könyv különben 21-ben elnyerte a legjobb norvég ifjúsági regénynek a járódíjat.
szintén általános iskoláknak ajánlom, akik még nem ismerik az órát, tehát szeretnék megtanulni, hogy hogyan működik, Bosnyák Viktória könyvét, a Tiktakot. Ez egy képregény sorozat, tehát ez egy képregény, amiben Tempusz kutya és Minuta macska segítségével végigvezeti az óra tanulásának a folyamatát, megismerkedhet azzal, hogy hogyan sajátíthatja el az analóg, a mutatós, az újfajta digitális óráknak a fajtáját, számát. Tehát, hogyha ezt a könyvet végigolvassa, akkor megtanulja az órának a ismeretét. Mentovics Éva, Szivárvány csúszda, gyermekversek. Ezt a könyvet inkább a szülőknek ajánlom, hogy olvassák azoknak a gyerekeknek, akik még nem tudnak olvasni. Mivel ez a könyv nagyon rövid kis verseket tartalmaz, nagyon kis tanulságos verseket, és nagyon szépen dedikált. Szép rajzokat tartalmaz, hogy miközben az anyuka olvas, a gyerek nézegetheti a meséket. Általános iskolásoknak Móra Ferenc a Mesepillangók. Gondolod, Móra Ferenccel gondolom már minden gyerek találkozott a nevével. Ő versírással kezdte a pályafutását, majd novellákkal, regényekkel, és 30 éves kora körül fordult a gyerekirodalom felé, akkor kezdett el a gyerekeknek meséket, verseket olvasni, vagy írni. Ezt a mesekönyvet az önállóan olvasó gyerekeknek ajánlom. Olyan szerepel benne, hogy Diobél Királyfi, Pilletánc, és szintén nagyon szépen illusztrált. Most egy kicsit a Sziszi császárné szakácskönyvéről szeretnék beszélni. Sok nő nagyon sok szeret főzni, és a Sziszi könyvek is nagyon népszerűek a könyvtárban. Sziszi 1845-ben lett Ausztria császárnője, és mint köztudott, hogy nagyon-nagyon szeretett utazni. Bejárta Bajorországtól Ausztria, Magyarország, tehát Korfu. Bejárta az egész Európát, sőt, és itt mindenhol megismerkedett a konyhaművészettel, és itt egy ilyen válogatást olvashatunk, vagy recepteket találhatunk benne, tehát Ausztria, Magyarország, Németország, császári utazások Maderján. Még azt is tudjuk, vagy legalábbis a szóbeszéd azt mondja, hogy Sziszi császárné állandóan fogyókúrázott, diétázott. Ugyanakkor más források ennek ellent mondanak, hogy igenis nagyon-nagyon szerette az édességet, például a képen szereplő zahártortát, de ezt mindig utána úgy kompenzálta, hogy nagy túrákat tett. Tehát ebben a könyvben ezekkel a Sziszi császárné kedvenc receptjeivel ismerkedhetünk meg. A következő könyv egy nőolvasmány, nőknek ajánlom, felnőtt nőknek, Dicseli Amálnak a könyve. Az a címe, hogy a türelmetlen. Hát ez a könyv, ez egy igen megdöbbentő írás. Ez a Közép-Afrikában élő nőknek a sorsáról szól. Három nőnek az életét mutatja be, ahol akiknek az élete egy kicsit összekapcsolódik, és betekintést nyerhetünk abba, hogy hogyan működik ott a család, a nőknek milyen jogaik vannak, milyen, hát inkább jogaik nincsenek, inkább csak milyen elvárásokat támasztanak feléjük, és hogy mennyire magára hagyatottak, hogy a címe az, hogy türelmetlen, de ők egész életükben azt hallják, a családtól, a férjtől, mindenkitől, hogy türelem. Tehát, hogy vegyék, tehát akármilyen bántódás, agresszió, vagy bármilyen, bármi éri őket, nekik azt türelemmel kell viselniük, mert ez a meglévő hagyomány, és ez az Alla akarata. Hát én egy nap alatt kiolvastam, és nagyon, nagyon megdöbbentő, és nagyon örülök, hogy Európában élek. John Harris, őnek a írónak a nevét a Csokoládé című regényéből ismerjük amit Oscar Díjra megfilmesítettek, és Oscar Díjra is jelöltek. Ennek az írónőnek több mint 50 országban jelent meg könyve. Hát erről sokat nem szeretnék beszélni, a címe, mint Pók a kulcsjukon, ez egy krimi. Krimi méghozzá
szórakoztató, egyben feszültségkeltő, és minden, ami a kriminek a műfajához tartozik, az ebbe a könyvbe benne van. És most jöjjenek a 19 akamaszok. Leiner Laura legújabb könyve, a 40 nyári nap. Őt a Szent Johanna gimi sorozatból ismerhetjük. Ez a történet egy 19 éves lányról szól, aki most érettségizett, és nyári munkára elmegy dolgozni az állatkertbe, egy perecet árul. Az igazság, hogy a könyvet nem olvastam, de a molyon utána néztem, akiknek olvasták, és mindenki úgy jellemezte, hogy ez egy nagyon-nagyon hétköznapi történet. Tehát nincs benne semmi különleges, semmi feszültség, mindennapokat írja le, hogy egy lány hogyan éli meg a hétköznapokat, és hogyan próbálja azt egy kicsit nem hangulatosabbá, hanem átélni, megélni a mindennapokat, és ez egy útkeresés is, hogy hogyan tovább egy gimnáziumi lét után. Ugyanakkor szerepel benne egy fiú is, akivel találkozik, és az ő felnőtté válásukat, az útjai kereszteződését tartalmazza, és azt, hogy hogyan egészítik ki egymást, és próbálják meg a világot értelmezni. Átadták az érmeket a VFC labdarúgóinak, miután megnyerték a Pest megyei első osztályú labdarúgó bajnokság 2022-23-as szezonját. A Vecsési Futballklub játékosai a 29 fordulóban hazai pályán 4-1-re legyőzték a Pilis LK legenda sportcsapatát, így két év után ismét megszerezték a bajnoki címet. Hát igen, nagyon nagy örömömre szolgál erről nyilatkozni. Hát valamikor, amikor elkezdtük ezt a 22-23-as bajnoki évet, akkor ugye egy célt tűztünk ki magunk elé, közösen, ugye a dobogon szeretnénk végezni. És melyik fokkal ezt a dobogónak, azt majd az élet dobta, vagy hozza. Hát sikerült a legfényesebb érmet megszereznünk. Igen, múlt héten volt az éremátadónk, nagyon jól sikerült, jelen volt a Pest megyei Labdarúgó Szövetségnek az igazgatója Benkő Tamás úr is, jelen voltak a városi képviselő, polgármester úr, Alatyány István és dr. Szűcs Lajos képviselő úr is itt volt velünk. Jól sikerült, átadtuk az érmeket. Igazából maga a bajnokságról csak annyit szeretnénk mondani, hogy sikerült feltenni az írja a pontot. Ezt azért mondom, mert és visszagondolva a múltba egy picikét, ugye most vagyok pont 10 éve elnök a klubnál, és hát a fiúk ezzel hálálták meg nekem és a városnak, hogy szintén elsők lettünk. Ha egy csöpet visszatekintek a múltra, akkor a 10 év alatt azért háromszor nyertünk bajnokságot, és többször voltunk másodikok és harmadikok. Egy nagyon sikeres 10 év van a mögöttünk, a csapat mögött és mögött, a lehetőség mögött. Én szeretném megköszönni mindenféleképpen a legfőbb támogatónak, az önkormányzatnak, hogy itt állnak mögöttünk, és mindent a lehetőséghez képest mindent biztosítanak ahhoz, hogy a csapat tudjon működni a megye egyes osztályban. Mi meg szeretnénk neki meghálálni mind a város vezetésének, mind pedig a szurkolóknak, hogyha kijönnek, akkor azért úgy jöjjenek ki, hogy lássák, hogy van teljesítmény, nem pedig nincs, és hát tudjuk azért az a pénz, amit ráköltünk a labdarúgásra, azért az hova megy. Ez egy nagyon fontos dolog, tehát én úgy szeretném, még egyszer szeretném megköszönni nekik ezt az egész dolgot. Van egy olyan mondás, hogy győztes csapaton ne változtass. Lesz-e azonban erre szükség, vagy sem? Igen, van egy ilyen mondás. Igazság szerint biztos vagyok benne, hogy általában mindig, minden nyáron vannak változások. Tudomásom szerint a csapat 80%-a szívesen maradna nálunk. Van egy-két játékos, aki kicsit másképp gondolja, őt el fogjuk engedni. Sok sikert kívánunk neki. És hát egy-két játékost kell, mert helyette igazoljunk. Meglátjuk, hogy hogy alakul. Most ilyen nagyon nagy csend van még. Tehát mindenki még gondolkodóban van, minden játékos, hogy mit csináljon, hova igazoljon. Ez a pár játékos, akivel már volt, akivel beszéltünk, de gondolkodóban vannak még általában. Ha meglátjuk, ugye mindenki jön szabadságra, és majd július elején indul a felkészülés, és akkor hát azért mi szeretnénk minél korábban lezárni azt, hogy az a két, egy pár játékos, akit szeretnénk igazolni, hogy ne kelljen nekünk azért most azon gondolkodnunk júliusban, hogy most hogy van, hanem tegyünk pont a mondat végére, igazoljuk le őket, és tudjuk, hogy akkor velünk vannak.
Most mind a sportbizottság elnökét kérdezem, és nem csak a VSC-jét. A VSC bajnokait már felköszöntötték, de azonban vannak a városnak még számos szakosztálynál bajnokai. Őket mikor köszöntik majd? Igen, hát ugye én sokszor elmondjuk, hogy ez a város nagyon sportos és egészséges, mi ezt követjük és ezt hangoztatjuk. Az egész testület és az egész városban ez egy igazából már egy mondási szólás, egy szólásra vált. Igen, a VSC-n kívül azért van más élet is Becsésen, a sportterületén. Ugye van a VSE és a 11 szakosztálya. Hát ezen belül ugye rengeteg jó eredmény születik a szakosztályoknál. És ugye szokásunkhoz híven, ami mondjuk két évig nem volt, de van a bajnok vacsorája, most szeretnénk azt is megrendezni. Ez jövő héten csütörtökön, 15-én este 7 órakor lesz itt a Bákban. Körülbelül 90-80-90-100 embert lesz majd itt. Ebből nagyon sok a sportoló, kb. 80-85-90, és lesz egy-két meghívott vendég is. Ugye, mint én mondtam, ez két évig nem volt megrendezve, mindenféleképpen szeretnénk, és hát itt tudunk nekik megköszönni egy oklevéllel, egy fehér asztal mellett, egy étellel, egy itallal azt, hogy ők milyen teljesítményt nyújtottak, ugye, és milyen kimagasló teljesítményt, és ugye vitték akár a város, akár pedig az Egyesületnek a hírnevét, akár világszerte, mert ugye lesznek köztük olyanok, akik ugye világversenyen szerepeltek, nem pedig csak magyar bajnokságban. Köszönöm figyelmüket, önök a Williams Televízió Vecsési Magazin című műsorának június 9-i adását látták. Friss hírekkel, információkkal egy hét múlva pénteken este 6 órakor jelentkezünk. Töltsék kellemesen az estét, további jó tévézést kívánok, viszontlátásra!